Sziasztok, üdvözlök mindenkit az Unboxing csatornámon, a mai nap folyamán ezt a Wireless Controller Manette Sense Fill a Freaks & Geeks-től fogom kibontani. Ennek az a különlegessége, hogy ilyen terepmintás, mint látjátok, hogy ez a gomb a bekapcsoló gomb, itt vannak az akciógombok, ezek világítanak, fekete színű maga a két analóg, a tapipad, a directional button is, fekete színű, viszont a külsője, a külső burkolat, az a, vagyis a felső burkolat az terepszínű. Ami tudni kell a joystickról, ez a Freaks & Geeks-nek a kontrollerje, és itt vannak pár specifikációk, hogy itt van a Double Vibration motor, clickable pad, mikrofon, backlight buttons, charging, USB kábel is van hozzá, 6 és 8 órát bír, és 3 év utálás van rá, úgyhogy én most ezt ki fogom bontani, meg fogom nézni. Amúgy a felső burkolata az ilyen terep, az alsó meg szürke, de ezt úgy is fogjuk majd látni a kontrolleren, úgyhogy én ezt most én ki fogom bontani szépen. Nagyon kíváncsi vagyok magára a kontrollerre, hogy így. Oldalt. Hogy mi lehet benne? Még a kontrolleren kívül, de szerintem lehet, hogy csak a töltő rész. Na, akkor bontsuk ki. Jó, és akkor így. Így kihúzom. Jó, itt van benne minden. Itt van benne a használati utasítás. Itt van benne a használati utasítás, hogy mi milyen gomb, micsoda. Így le vannak írva. Van hozzá egy töltő. Van hozzá egy töltő, ez rendes USB-s töltő. Ez nem a Type-C, hanem a rendes USB-s töltő. És itt van maga a joystick, amit kibontok. És nagyon is jól néz ki. És tényleg ilyen szürkés színű a hátulja. Itt van a LED fény, itt vannak a trigger gombok, itt a tapipad, itt van a Directional, itt van a akció billentyű, option gomb, share gomb. Ez nagyon jól néz ki. Itt van a fülhallgató bemenetje. Mondjuk nekem van egy kék színű kontrollerem is, ami csak kék színű, viszont az annak a kontrollerei meg a többi része az fehér színű. Úgyhogy szerintem ez jó lesz. Na, hát ez az a kontroller, amit ki akartam bontani. Hát legyen szép napotok, sziasztok!